Szeretettel köszöntelek titeket a Sulijáró áprilisi műsorában, innen a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumból, Nyíregyházáról. Mai műsorunkban beszélünk arról, hogy változik a felsőoktatási intézmények követelményrendszere. Eszerint többet ér majd a nyelvvizsga, és nagyobb hangsúlyt fektetnek az emelt szintű érettségi vizsgákra is. Erről is lesz szó tehát hamarosan, most azonban lássuk mai műsorunk fontosabb témáit. Óvodába csalogató. A legkisebbek nyílt napokon ismerhetik meg az intézményeket, hamarosan kezdődik a beiratkozás. Informatikai fejlesztés. Laptopokat és digitális táblákat kaptak nyíregyházi iskolák. Katapult. 25 csapat, saját tervezésű hajító szerkezetek a Bánkiban. Elérkezett az idő azok számára, akik most szeretnék szeptembertől óvodába iratni gyermeküket. A megye szinte minden településén most zajlanak a nyílt napok és a beiratkozás is. A szakemberek szerint a megfelelő óvoda kiválasztása előtt érdemes több intézménybe is ellátogatni. Március 30-án szerdán tartották óvodába csalogató programjaikat az újfehértúji önkormányzati óvodák. Ezen a napon várták az újoncokat, azaz azokat a 3 év körüli gyerekeket, akik most kezdik első közösségben töltött évüket. Az első benyomás rendkívül fontos a kicsiknél, így tudniuk kell, hogy szeretettel fogadják őket az ismeretlen intézményben. Betekintést nyerhetnek a szülők és a gyerekek is abban, hogy milyen élet folyik az óvodánkban. Szerencsés ez a nap, hisz a gyújtorna is ezen a napon van az óvodánkban, és így betekintést nyerhetnek abba is a szülők, hogy milyen elfoglaltságot tudunk még biztosítani azoknak a gyerekeknek, akiknek különleges igényük van. De hát itt látszik, hogy az udvar meg van telve gyerekekkel, körjátékoznak, udvari játékoznak, és hát mozognak, mert hát a téli bentülés után jól esik a nagy mozgás minden gyerek számára. Valamint beszélgetünk a szülőkkel, és lehetőséget adunk arra, hogy megismerjék nem csak az óvodánkat, hanem az óvodáskornak a különböző szakaszait is, mert hát nem minden gyerek egyformán érik meg, és egy időben az óvodára. Ezért feltétlenül fontos, hogy a gyereket ismerje a szülő, hogy milyen érési folyamatban és mikor érdemes óvodába lépnie. Amikor már érett a gyermek, akkor azt mondjuk, hogy feltétlenül közösségben a helye. Ahhoz, hogy a gyermek zökkenőmentesen beszokjon, feltétlenül szükséges, hogy a szülő felkészítse az óvodára a gyermekét. Ne ijeszgesse, hanem mesélje el, hogy ott egy csoda ország vár rá, és ebben a csoda országban annyi új dolog fogja érni, amiért érdemes majd óvodásnak lenni. Lehetőséget adunk a szülős beszoktatásra is. Egész nyár folyamán, bármikor a délelőtt folyamán, illetve a délután folyamán bejöhetnek, betekinthetnek, és amikor már a saját csoportjukat megtudják a szülők, akkor ahhoz az óvónénihez, ahhoz a csoporthoz is lehetősége van, hogy folyamatosan hozzászokjon és beszokjon a gyermek. Természetesen az, hogy hogyan működik majd az óvoda és a gyermek kapcsolata, az az első időben rögtön eldől, vagy tulajdonképpen mennyi idő kell ahhoz, amíg valóban óvodába szívesen jár majd a gyermek? A gyermekérési folyamatától függ, de nagyon fontos az első érzelmi kapcsolat az óvoda, óvónéni és a gyermek, valamint a szülő között. Mert ha ez a kettős kapcsolat, mármint az óvoda és a családi ház között nem jól működik, a gyermek nagyon nehezen fog tudni beilleszkedni. Mi nagy gondot fordítunk arra, hogy a szülőket így tájékoztassuk az első szülő értekezleten, illetve most a bekukkantónál is, hogy fontos, ahogy az előbb hangsúlyoztam, hogy a gyermeket felkészítsük érzelmileg is, hogy nem hagylak ott, ugyanúgy szeretlek, de nézd csak, itt lesz egy óvónéni, itt lesznek a pajtások, akik között már másképpen tudsz játszani. Ha az óvónéni szeretetteljes mosolya, ölelő karja, megértő szeretete fogadja a gyermeket, akkor nagyon rövid időn belül be tud illeszkedni. Mert érzelmi kötődés a legfontosabb a gyerekeknél. Hogyan tud mindennek azonban ennek a sokféle és sokszínű igénynek megfelelni az óvodapedagógus, hiszen amikor megérkezik az első kis csoport, akkor azért számtalan gyerek van, számtalan igénnyel, számtalan világgal, személyiséggel. Hogyan dolgozik ilyenkor egy óvónő? Ez a sokszínűség, ez nagyon fontos, és az óvónőnek alkalmazkodni tudni kell. Nem véletlenül fogadtuk úgy a gyerekeket, hogy mi befogadó óvodák vagyunk. Tehát mindenkit úgy szeretünk, amilyen. Nem akarjuk megváltoztatni úgy a személyiségét, hogy a mi arcunkra formáljuk, hanem azt a személyiséget szeretnénk formálni, amelyet a gyermek személyében megkapunk. És ha a gyerek érzi, hogy mi elfogadtuk,
és szeretjük, akkor nagyon könnyen tudunk vele boldogulni. A másik dolog pedig én úgy gondolom, és nagyon büszke vagyok a kolléganőimre, hogy mindannyian arra törekszünk, hogy a legújabb ismeretekhez is utat találjunk, befogadjuk úgymond ezeket az ismereteket, de a könyvből ezt nem lehetne megtanulni. Én úgy gondolom, hogy az a attitűd, ami nem óvodapedagógusra, hanem óvónénire jellemző, mert mi valljuk, hogy mi óvónénik vagyunk, azt mi teljes mértékben tudjuk biztosítani a gyerekek számára, és így meg tudunk felelni minden gyerek számára, amit elvárnak tőlünk és a szülőknek is. A nyílt napon a szülők megismerkedhettek az óvónénikkel, a Dajka mamákkal, sőt még a konyhás nénikkel is. A Napsugár óvodában részt vehettek az udvari foglalkozásokon, kipróbálhattak valamennyi játszótéri eszközt, a csúszdákat, a mászókákat. A gyógypedagógiai foglalkozásokba is bekapcsolódhattak, gyakorolhattak például a kukacban, de ha énekelni volt kedvük, akkor körtáncot is járhattak a középső és nagy csoportosokkal. Most viszik Kiborba, bársonyba, könnyös koszorúba. Már én innen megyek, többet vissza se jövök. Kiborba, bársonyba, könnyös koszorúba. Akasz, magas, jó napot! Récer után fogadjuk. A szülők többsége hosszas mérlegelés után dönt arról, mikor viszi óvodába gyermekét. Míg a 90-es évek elején az anyukák többsége azért igyekezett, hogy még egy évet otthon tölthessen a kicsivel, addig ma már a kedvezőtlen gazdasági folyamatoknak köszönhetően a legtöbben egyszerűen nem tehetik meg, hogy kimaradjanak a munkavilágából. Így bölcsődébe és 3 évesen óvodába kell vinniük a gyermekeket. Az intézmény kiválasztásakor a szerencsésebbek tapasztalataik alapján dönthetnek. Ti is ide hozzátok a legkisebb gyermeket, miért esett erre az óvira a választás? Hát én nem vagyok már fiatal anyuka, és nekem van 2 nagy gyermekem, ide járt a Kovibe, és meg vagyunk elégedve. Ismerjük az óvónéniket, a Dajka néniket, mindenkit, úgyhogy hazajön a gyerek. Amikor Oviba készül egy gyermek, szerinted a szülőnek mi a legfontosabb, hogy mérlegeljen, hogy biztos, hogy jókor jön-e, biztos, hogy jó intézménybe, jó pedagógusok közé? Legfontosabb szerintem a jó pedagógusok, mert ő nekik még anyapótlás kell mindenképpen, én úgy gondolom. Úgyhogy nem az számít, hogy most kopott-e a cserép az intézményen szerintem, hanem hogy jó oktatás folyjon. Miből gondoltad, hogy most jött el a perc a kisfiadnak, hogy Oviba kerüljön? Szereti közösségi ember, ő családba született, több testvére van, és a nagyok már elmennek a háztól, és nem maradhat úgy, hogy nincsenek körülötte játszótársak. A szülők több szempontot mérlegelnek, a tapasztalatok azt mutatják, sokszor nem a fej, hanem a szív dönt az óvoda megválasztásakor. Nagyon sok szülőnél az érzelmek is befolyásolják a döntésüket, hiszen az a korosztály, akinek a gyerekei most óvodába készülnek, az a korosztály zömmel ezekbe az óvodákba nevelkedett föl. Ez is egy szempont, hogy az anyuka, apuka is ebbe az óvodába jár. Aztán szempont az is, hogy a lakóhely körzetében legyen, és amit úgy veszünk észre, hogy az utóbbi időben nagyon döntő, az, hogy milyen az óvodának a felszereltsége, mennyire kényelmes, illetve még ami szintén nagyon fontos azoknak az óvónőknek, Dajka néniknek és az óvoda összes dolgozójának a személyisége, az egyénisége, akik ott a gyerekkel foglalkoznak majd. Ahogy Újfehértún, a legtöbb településen is ezekben a napokban tartják az óvodai nyílt napokat, majd a következő hetekben a beiratkozást. Nyíregyházán valamivel később május 3-án, 4-én és 5-én jelentkezhetnek az új óvodások. 18 önkormányzati óvoda 17 tagintézménnyel működik a megyeszékhelyen, a következő óvodai évre 1000-1100 gyermeket várnak. Nyíregyháza 5 oktatási intézménye gazdagodott egy uniós pályázatnak köszönhetően különböző informatikai eszközökkel. A diákok és a pedagógusok többek között laptopokat kaptak, amelyekkel egyszerűbbé, könnyebbé és szórakoztatóbbá vált a tanulás. Európai uniós és állami forrásból valósulhatott meg a diákok körében bátran mondhatjuk a legsikeresebb és legnépszerűbb program. A szakemberek szerint eredményesebb lehet az oktatás, ha közben az infokommunikációs technológiákat is használhatják a diákok, ezzel pedig a felzárkóztatás és az esélyegyenlőség is biztosított. Az intézmények eszköztárának bővítése több célt is szolgált, meghatározván a diákok mindennapjait, valamint az iskolák hosszú távú jövőjét. A pályázat célja az iskolás tanulók kompetencia alapú képzésének
javítása, ehhez kapcsolódóan az informatikai infrastruktúrával való ellátása az iskoláknak. Ennek keretében Nyíregyháza megyei önkormányzata, TIOP 1109 pályázat keretében 583 darab tanulói laptopot és 23 darab tanári laptopot pályázott sikeresen. 77.713.000 forint összértékben 100%-os Európai Uniós támogatás mellett. A kedvezményezett intézmények, 5 intézmény, aki támogatásban részesül, ezek a Móra Ferenc Általános Iskola, a Móri Zsigmond Általános Iskola, a Vécsei Károly Általános Iskola, a Petőfi Iskola és az Ernst Zoltán Általános Iskola. Az intézmények milyen arányban kapják meg ezt a több száz laptopot? A legnagyobb darabszámban a Móri Zsigmond Általános Iskola részesül a gépekből, 310 darab tanulói laptop és 11 darab tanári laptop. Ez azt jelenti, hogy 11 tanulócsoport részére. A Zelk Zoltán azt hiszem, hogy 147 darab tanulói laptopot kap 7 tanulócsoportra, a többiek pedig olyan 30-40-50 darab gépet, tehát a legnagyobb volumenben a Móri Zsigmond Általános Iskola kapja. Általános polgárként, vagy akár projektmenedzserként miért tartja fontosnak ezt a projekt létrejöttét? A mai kor kihívásainak meg kell, hogy feleljenek a tanulók. Ma már nélkülözhetetlen minden háztartásban a laptop használata, az informatikai használata. Azért nagyon fontos, hogy a későbbiek folyamán ne küzdjenek olyan hátrányon majd a gyerekek, ha esetleg otthon nincsen lehetőségük, akkor ezeket a képességeket tudják fejleszteni, meg tudják ismerni az informatikai rendszereket. A legnagyobb arányban tehát a Móri Zsigmond Általános Iskola részesült a program során beszerzett gépekből. A 30 éves múltra visszatekintő intézményben 600 körüli a diák létszám, ebből csak nem 150-en kitűnő tanulók. A 22 osztályban a létszám átlagosan 28 fő, a tanulók magatartása ugyanolyan, mint a tanulmány eredményük. Példás vagy jó. 45 pedagógus foglalkozik a gyerekekkel, plusz a kisegítő személyzet, akik szintén szeretettel és törődéssel veszik körül az idejáró nebulókat. Minden második tanulóra jut egy laptop, és 11 tanulócsoportban, de egyébként mások is használják. Működtetjük ezt a TIOP pályázat alapján kapott gyermeklaptopokat. Pedagógusok is nagyon örülnek, mert minden benne résztvevő pedagógus szintén kapott egy összekötött laptopot, amelyik itt működik benne az iskolában. Hogyan emlékszik vissza a kezdeti lépésekre? Nagyon nagy fejtörést okozott ez a nagy számú laptop, és először alapdolgokat kellett átgondolni, hogy hova helyezzük el, és hogyha elhelyezzük, akkor hogy fog működni például a következő évben a rendszer. Tehát már akkor az adott osztály ott fog tartózkodni abba a terembe. Például egyik. Aztán szabályzatot kellett létrehozni, hogy használhatják, mikor vehetik ki, milyen felelősséggel tartoznak. Milyen felelősséggel tartozik a szülő, mert ugye a gyerek kiskorú. Aztán kiderült, hogy hiába voltunk 30 órás képzésen, és a mi iskolánk egyébként matematika, informatika taggozatos 1992 óta, tehát itt azért a kisugárzása az informatikának sokkal nagyobb. És a gyerekek egyharmada első osztálytól tanulja, mégis úgy gondolom, hogy és állandó képzésbe voltak a nevelők, mégis ez egy olyan speciális terület, tehát a nevelőknek már nem a laptop használatát kell megismerni, hanem a programokat, hogy milyen programokat tud az tanórán alkalmazni. Na most erre belső képzéseket szerveztünk még pluszba. És az informatika, tehát az oktatástechnikusunk, aki nagyon ért ehhez a területhez, ő maga képzi a nevelőket, és állandóan segítségükre van. Egyébként ez a támogból adó feladata is volt, mert szakmai segítőként ott is közre kellett működnie. Az értekezleten említette, hogy voltak problémák, és mégis mire kell gondolni? A problémánk abból adódott, hogy egy osztállyal kevesebb laptop elhelyező szekrény, tehát töltőszekrényt kaptunk. Ez az egyik alapproblémánk, amely plusz költséget jelent most. A másik az, hogy az iskola nincsen minden tanteremben ellátott internettel, nem rendelkezik, és ezért nekünk most a nyáron ki kell építeni még, hogy ne csak a laptopon levő programot tudjuk használni, hanem a Suninet digitális tudásbázisból is tudjon meríteni a pedagógus is, illetve hát az internetet állandóan tudja használni. Tehát a Suninet digitális tudásbázis az interneten át tud bejönni. A projekt zárásakor Nyíregyháza alpolgármestere elmondta, nem csak az intézmények, hanem a város egészének fontosak az ehhez hasonló beruházások. A város 5 közoktatási intézménye közel 78 millió forint értékben laptopokat, hordozható számítógépet kapott. Ezekben vannak kis tanulói laptopok, és vannak pedagógusok, tanárok számára beszerzett laptopok.
laptopok. A jelentősége pedig az, hogy a gyermekeknek az esélyegyenlőségét növeli a későbbiekben a továbbtanulásra, illetve az elhelyezkedés vonatkozásában is, ugyanis ahhoz, hogy a gyermek, az itt felnövő és itt tanuló gyermek úgy lépjen ki a nagyvilágba, hogy semmilyen hátránya ne legyen, ahhoz már gyermekkorban meg kell tanulni az infokommunikációs eszközök adta lehetőségeket, meg kell velük ismerkedni. A pedagógusok számára meg természetesen a mindennapi munkát fogja megkönnyíteni ez a sok laptop. A tanulói laptop programnak volt előzménye, és várhatóan más projektek is kapcsolódnak majd ehhez a jövőben. A számítógépek beszerzésének előjárói voltak a kompetencia alapú oktatás szolgáló pályázatok. Én úgy gondolom, hogy az oktatásban egy forradalmi változás állt bent, nem csak a tartalmi megújulás, hanem a szakmai, illetve tulajdonképpen ezeknek az informatikai eszközök bővítésével is, mint tanulva tanulják meg a gyerekek ezeknek az informatikai eszközöknek a használatát. Én úgy gondolom, hogy a 21. században ez már követelmény. A tanulói laptopokat, amit megkaptak az iskolák, a tanári laptopokkal össze vannak kapcsolva, kész programokat tartalmaznak ezek a gépek, úgyhogy a tanulva tanítás, illetve a projektoktatásnak is egy nagyon fontos része. Ahhoz, hogy később is hasznosíthatóak legyenek és működőképesek maradjanak az informatikai eszközök, további pályázatokra van szükség, amelyről már gondoskodott a megyeszékhely önkormányzata. A következő pályázatunk a TIOP 017 pályázat, ami a következő időszakban fogja biztosítani az informatikai eszközöket az intézmények számára. Ez egy elhúzódó, 2007 évtől elhúzódó pályázat, most éppen a közbeszerzés időszakában tart, és itt is az intézmények laptopokat, illetve projektorokat és PC csomagokat fognak kapni. Ebben a pályázatban nem csak az általános iskolák, hanem a középfokú oktatási intézmények is részt vesznek. Szinte valamennyi órán használhatják az új eszközöket a gyerekek, most éppen a magyar nyelvtannal küzdenek, bár a laptopokkal már nem is olyan nagy ördöngőség a tanulás, és otthon is nagyobb kedvük van elővenni a könyvet, mert tudják, az iskolában csak azt tudja a számítógépet is sikerrel használni, aki folyamatosan készül a tantárgyakból, mondják a tanulók. A pedagógusok is kapnak saját gépeket, amelyeket akár haza is vihetnek, hogy pontosan felkészülhessenek az óráikra. Természetesen, ahogy minden más program esetén, ennél a beruházásnál is kiderült, hogy sok mindenre van még szükség ahhoz, hogy gördülékenyen mehessen az oktatás. Be kellene szerezni például speciális szekrényeket, ahol biztonságosan tárolhatóak a több millió forintot érő laptopok. Wi-Fi rendszer kiépítését is tervezik, valamint az eszközök karbantartására is figyelni kell. A program egyik követelménye az is, hogy a kihasználtságról és a sikerekről méréseket végezzenek a pedagógusok. Katapult versenyt rendeztek a nyíregyházi Bánki Donát műszaki szakközépiskolában. 25 csapat jelentkezett a megmérettetésre, mindegyikük egyedi, saját tervezésű hajtógépet szerkesztett. Ilyen volt például egy parittya típusú katapult is, amelyhez csak és kizárólag természetes anyagokat használtak. Katapult versenyre gyülekeznek a Bánki Donát szakközépiskola diákjai. 25 csapat nevezett, mindegyikük saját tervezésű hajítószerkezetet készített, kevesebb, vagy éppen több, ráfordított munkával. Az győz, aki a teniszlabdát a legmesszebbre tudja kilőni. A verseny célja a természettudományok, azon belül is a fizika népszerűsítése. Az ötlet a Nyíregyházi Főiskola fizika tanszékéből indult. Idén, május 20-án a főiskola az Arany János Gimnáziummal közösen szervez egy olyan versenyt, aminek az a címe, hogy kis fizikusok kísérleti vetélkedője, általános iskola, felső tagozat és középiskolás diákok számára. Ebben több szekció van, az egyik szekció éppen ilyen hajítógépek építése és bemutatása, úgyhogy Zsigó tanár úr hívott is nem régen, hogy ők szerveznek egy ilyen válogató, elődöntőszerű bemutatót, és azt szeretném megnézni. Az utóbbi időben a természettudományos oktatás az igencsak mélyponton van. Ha jól tudom, akkor fizika tanári képzésre országos szinten 10 körüli jelentkező van, úgyhogy valahogy rá kellene fókuszálni, hiszen az országnak jó mérnökökre és felkészült műszaki szakemberekre lenne szüksége. Mi lehet a mélyrepülés oka?
talán mi is benne vagyunk ebben, a fizika tanárok is, illetve hát az egész millió, ami körülveszi a természettudományos oktatást az országunkban, de azt hiszem, hogy az egész világban jellemző ez. Úgyhogy egy ilyen Comenius elnevezésű projekt keretén belül mi 7 ország fizika tanárai próbálunk egymástól tanulni módszereket, illetve új módszereket is kidolgozni, hogy ezen is segítsünk. Ez egy 2 éves projekt, most az első évben tartunk, és török, görög, lett, portugál, olasz és cseh iskolák, valamint mi veszünk ebben részt. Nagyon tanulságos volt már a projekt eddigi része, nem csak a konkrét iskolai tapasztalatok, hanem egyéb személyes benyomások is egy kicsit átgondoltatták velünk a világról alkotott képünket. És az a lényeg, hogy a gyerekek is részt vesznek ezeken az utakon, és ők is legalább szembesülnek a többi országban tapasztalható helyzetekkel is. A Comenius programban olyan 30 diák vesz részt, hát az, hogy ki milyen mélyen tud becsatlakozni, ez csak rajta múlik. Nagyon sok jó, tehetséges, műszaki érdeklődésű gyerekünk van. A baj az szokott csak lenni, hogy a tehetség az egyfajta belső motiváció nélkül az viszonylag hamar el tud fogyni. És abból van inkább kevesebb, akinek olyan belső motivációja van, hogy mondjuk egy saját fejlesztésű robotot végig tudjon vinni, úgyhogy nem hagyom abba a felénél is. A problémáknál, az esetleges meghibásodásoknál nem adjuk fel, hanem megkeressük a megoldást. Jártunk Ankarában, ott a tanároknak volt egy ilyen projekt nyitó találkozó, illetve Csehországban vettünk részt egy népes küldöttséggel januárban egy utazáson, és nagyon szerencsés volt, hogy a diákjaink a családoknál kerültek elhelyezésre, és most szintén mi is a cseh diákokat így családokhoz tudtuk elszállásolni, és meglepő, hogy ennyire rövid idő alatt milyen barátságok is születtek már ebből. Ugye most nálunk vannak, és májusban Athénben lesz a következő találkozó, illetve jövő évben, szeptemberben Lettországban, Rigában fog összejönni a társaság, és Ankarában lesz majd júniusban egy tudományos fesztivál, ahol az egésznek a lezárása megtörténik. Nem feltétlenül az ő oktatási rendszerükbe látunk bele, hanem a másik diák életén keresztül lát be ő inkább, és ez szerintem mélyebb tapasztalatokat eredményez. Szülők jönnek és mondják, hogy nem értik, hogy miért kezdett el angolt tanulni a gyerekük otthon, amikor eddig sose csinálta magától. Ugye angolul leveleznek, a Facebookon csetelnek egymással azóta, és hát ez ilyen értelemben is hozzájárul ahhoz, hogy kinyíljon számukra is a világ. A sikeres programok sorát gyarapítja tehát ez a katapult verseny is. A diákok maguk tervezték a hajítógépeket. Az első lépés a megfelelő szerkezet kiválasztása volt. 3 fő típusa van ezeknek a katapultoknak. A balliszta rendszerük, ami mint egy íj kilövi. Az onoger típus, amit ugye látunk a filmekben általában, illetve van a trebusé, a harmadik, ami egy ilyen lendítős. Milyen katapultot készítettetek erre a versenyre? Milyen típusú katapultot? Hát parittya típusú katapultot, aminek az a lényege, hogy egy kötélrakasztott bőrdarabból kilövik a lövedéket vagy a labdát. Milyen anyagokból készült? Csak természetes anyagokat használtunk, például lenkötelet, vagy lenmadzagot, ki hogy ismeri, és bőrdarabokat és fát. Tettünk bele ide egy szivacsot előre, ennek a szivacsnak annyi szerepe van, hogy ne törje el a rudat, mert sok rud így elment, és kitaláltuk, hogy ez a szivacs ez kemény is, és puha, és mégis úgy legjobb ívet adja. Mondtátok, hogy hetekig készültetek, mennyi katapultot néztetek meg, milyen technikákkal barátkoztatok? Ilyen röpsúlyosra gondoltunk, de aztán valahogy ezt tetszett meg, ezt így továbbfejlesztettük, aztán ebben maradtunk, mert más elbírálás szerint lesznek a fából készültek, meg a vasból készültek, és akkor így maradt.
Egyébként szerintetek mennyire jó ez a kezdeményezés, ez a katapult verseny? Úgy tudom, ez az első itt az iskolában. Igen, és szerintem ez kifejezi a Bánkinak a kreativitását, hogy miket tudunk fából, egyszerű anyagokból csinálni. Műszaki iskola, akkor örülünk, hogy vannak ilyen versenyek, tudunk készülni, több embert is érdekel, szerintünk ez így jó. A verseny egyértelműen sikeres volt a diákok körében, és bár ilyen jellegű megmérettetést először rendeztek az intézményben, a fiatalok közül sokaknak van versenytapasztalatuk. Minden műszaki fejlesztéssel, illetve robotikával kapcsolatos verseny próbálunk indulni. Az elmúlt 4 évben a RoboCup elnevezésű világbajnokságokra kijutott az iskola csapata, az Audinak a Creativity elnevezésű versenyén a kreativitás fődíjat elnyerték. Az innovációs versenyen van 3. díjasunk, és folyamatosan mindig megyünk minden. A NanoDemo elnevezésű nanotechnológiás versenyen éppen az egyik diákommal közösen nyertünk 5 díjat az elmúlt héten. Változik a felsőoktatási intézmények követelményrendszere. Lássuk híreinket! 2 emelt szintű érettségi lesz a belépő 2013-tól az orvostudományi, agrár, valamint állatorvosi karokra. A kormányzat szándékai szerint 1 emelt szintű érettségi lesz kötelező azok számára, akik bölcsészettudományt, jogot, igazgatást, valamint társadalomtudományt szeretnének tanulni, de emelt szinten kell egy tárgyból vizsgázniuk azoknak is, akik erdőmérnöki, energetikai vagy építész szakokon szeretnének diplomázni. Az új szabályozásban azt is lefektetnék, hogy idegen nyelven meghirdetett képzésekben is számítsanak a nyelvvizsga többletpontok. Újdonság az is, hogy nem kötelező az emelt szintű érettségi vizsga annak, aki 2005 előtt érettségizett, és van már egy diplomája. Hasznos weboldal segítheti a magyar tanárok munkáját. A www.kpluna.hu honlap az internet adta lehetőségeket kihasználva mutatja be a magyar nyelvű írásbeliség és a magyar költészet kialakulását, fejlődését a honfoglalástól napjainkig. Eredeti irodalmi források, nyelvemlékek, hiteles történeti munkák vezetik az érdeklődőt. A verseket szeretők hangos versgyűjteményből csemegészhetnek, amelyeket legnagyobb művészeink szólaltatnak meg. A honlapon lévő forrásmunkák, verses kötetek letölthetők, tanulmányozhatók. A magyar képzőművészet iránt érdeklődők képgyűjteményeket tekinthetnek meg, látványos, teljes képernyős A jelenlegi gazdasági és demográfiai helyzetben az egész életen áttartó tanulás lehet az egyetlen módja annak, hogy valaki tartósan megvesse a lábát a munkaerőpiacon, mondják a szakemberek. Az uniós munkaerőpiacon mobil, rugalmas munkavállalókra van szükség, akik nemzetközi tapasztalattal is rendelkeznek. Ehhez viszont arra van szükség, hogy a tagállamok magas színvonalú, kreatív és innovatív oktatást tudjanak biztosítani, amely figyelembe veszi a tanulók egyéni képességeit. A munkaadóknak lehetőséget kell biztosítaniuk a munkavállalók továbbképzésére, az egész életen áttartó tanulást ösztönző programokat pedig jobban és egyszerűbben kell finanszírozni, áll a felmérésekben. Ez volt a Sulijáró áprilisban. Munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmeteket. Ne feledjétek, már csak pár hét van húsvétig, aztán egy hónap maradt csupán hátra a tanévből a bizonyítvány osztásig, úgyhogy érdemes rákapcsolni, hiszen nem mindegy, milyen jegyekkel zárjátok az idei évet. Jó munkát, sok sikert és kitartást kívánunk nektek, tartsatok velünk egy hónap múlva is, májusban, addig is viszontlátásra!